Kedves kollégák, egy olyan területre szeretném önöket elvezérelni, amelyet azt hiszem a világon senki sem ért igazán. Ez a kvantummechanika. Albert Einstein maga, aki a kvantummechanika egyik megalapítója volt, és véleményem szerint a 20. század legnagyobb tudósa, maga sem értette. Például a kvantummechanika egy valószínűségi elmélet, Einstein pedig azt mondta, hogy Isten nem kockajátékos. És élete végéig állandóan kétségeket fogalmazott meg vele szemben. Ennek ellenére egy olyan elmélet, amelyet olyan pontossággal sikerült kísérletileg igazolni, mint semmi mást. Ez azt jelenti, hogy 10 a 12-en, tehát 10 a mínusz 12-es pontossággal sikerült minden állítását és paraméterét igazolni. A történet pedig, ami most ide köti ezt a témát, ez Hankos Elemér halála előtt néhány hónappal vezetődik vissza, amikor itt a következő házban előadás sorozat volt, én is tartottam egy előadást egészen másról, és az utánam következő előadót Hankos Elemérnek hívták. Hankos Elemér pedig a kvantummechanika társadalomtudományi vonatkozásairól beszélt. Na most nyilvánvaló, hogy az ő gondolatai között voltak nem egészen pontos gondolatok is, hiszen ezt végighallgatva magam is úgy éreztem, hogy itt azért vannak gyönge pontok abban, amit elmondott, aki merem állítani, magam sem értem a kvantummechanikát, noha vele foglalkozom. Ő átadott nekem egy angol nyelvű cikk tervezetet, ami tulajdonképpen egy programjavaslat volt arra vonatkozólag, hogy a társadalomtudományokba hogyan lehetne a kvantummechanikai gondolkodást bevezetni. Itt most nagy angol volt ez, tehát ezért itt most angolul vetítem ki azt a tartalmát annak az írománynak, ami szerintem itt elérhető, hogyha valaki érdeklődik iránta, és itt lényegében azokat a témákat soroltam föl, amelyek az ő gondolatsorában szerepelnek. Utána leültünk egy kicsit beszélgetni, abban maradtunk, hogy ezt a beszélgetést folytatni kellene, sajnos ezt halála megakadályozta. Ezért én úgy gondolom, hogy egy olyan intézetben, amelyik fölvállalta Hankos Elemér hagyatékának gondolkodását, nem szabad a kvantummechanikáról elfelejtkezni, ezért a továbbiakban én inkább étványgerjesztőt szeretnék mondani, arról, hogy mi mindent lehetne a kvantummechanikával a társadalomtudományok területén csinálni, anélkül, hogy megmagyaráznám őket, ha utána lesz kérdés, megpróbálom valahol titokban megmagyarázni, ha tudom. A kvantumvilág az egy nagyon furcsa világ. Több furcsaság van benne, de alapvetően más gondolkodásmódra van szükség, ahogy, hogy az ember ebben eligazodjék, mint amit a mindennapi életben megszoktunk. A klasszikus világ az egy determinisztikus világ. Tudjuk, hogy az ok és az okozat között milyen összefüggések vannak. Egyik példából tudunk következtetni a következőre, és így tovább. A kvantumvilág egy nem probabilisztikus világ, például lehet, például az, hogy egy részecskének egy adott, ha pontosan tudjuk, hogy hol van, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy pontosan milyen a sebessége. Ha tudjuk, hogy milyen a sebessége, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy hol van. De ennek ellenére a jelenségeket ezzel nagyon pontosan le lehet írni. A kvantummechanikán három olyan unikális tulajdonsága van, amelyek megjelennek a mindennapi életben, de az átlag ember ezt észre se veszi. Az egyik a részecskék és a hullámoknak a kölcsönös kapcsolata, dualitása. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a fény az egy hullám, az atom pedig egy részecske. De érdekes módon a fény hullám tulajdonsága mellett részecske tulajdonságai is vannak, és az atomoknak részecske tulajdonságai mellett hullám tulajdonsága is. Vannak olyan dolgok, amikor a részecske tulajdonság jön elő, van, amikor a hullám tulajdonság. Jaj, bocsánat, nem megyek még tovább. A másik az alagút effektus. Ugye mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ha van egy hegy, amiben nincsen alagút, akkor átmászunk a hegyen, hogy a másik oldalra kerüljünk.
a kvantummechanika szerint van ilyen alagút, amit, hogy így mondjam, nem látunk idejelbe téve, és mégis egy részecske át tud rajta óvatosan mászkálni, ezt alagút effektusnak hívjuk. A harmadik pedig az úgynevezett szuperpozíció elve, összekapcsolás, ami azt jelenti, hogy egy rendszer vagy egy részecske egyszerre két állapotban vagy több állapotban is lehet bizonyos valószínűséggel, és nem tudjuk megmondani, hogy melyikben van. Ha meg tudjuk mondani, hogy hol van, akkor elvesznek ezek a kvantummechanikai tulajdonságok. Schrödinger ezt egy olyan példával illusztrálta, hogy van egy doboz, amiben van egy macska. Nem tudjuk, hogy az a macska él vagy megdöglött. 50%-ig él, 50%-ig megdöglött, ahhoz, hogy ezt megtudjuk, ki kell nyitnunk a dobozt. Ez a kinyitás, ez a mérés, tehát egy kvantummechanikai rendszeren mérünk, akkor a kvantummechanikai rendszer tulajdonságait elrontjuk általában. Ebből is van kivétel. Na, azt hiszem, hogy illusztráltam azt, hogy mennyire furcsa dolog ez a kvantummechanika, mégis mindennek az alapja. A fotoeffektus, tehát megvilágítunk valamit, és onnan elektronok lépnek ki, ez volt az, amit Einstein megmagyarázott, ami azt mutatja, hogy a foton, tehát a fény részecske tulajdonsága rendelkezik, ráesik a fém felületére, és onnan kilök egy elektront, mint ahogy az egyik biliárdgolyó meglöki a másik biliárdgolyót. Az alagút effektus az pedig azt jelenti, mint ott alul látszik, hogy mintha egy alagút lenne, és az a részecske ott óvatosan átmászik rajta. A harmadik, a Schrödinger féle macska, ami fele arányban él, fele arányban megdöglött, mindaddig, amíg nem nyitjuk ki azt a dobozt, amiben ez volt. Na hát ezek a jelenségek persze ennél sokkal kevésbé triviális formában, mint ahogy én ezt illusztrálni próbáltam, megjelennek mindennapi életünkben is. A fizikában a kvantummechanikának alapvető tulajdonsága van, amihez hozzányúlok, azon a területen, ahol éppen most dolgozom, egy aranybánya, mert bárhol, ahol ezt eddig nem hittük, előbújnak a kvantummechanika tulajdonsága, és olyan dolgokat meg lehet vele magyarázni, amit máskor teljesen hihetetlennek képzeltünk. Amire most törekszik mondjuk a fizikai, matematikai közvélemény, hogy ezt a jelenséget, a kvantummechanikát számítástechnikában használjuk föl. Ez, képzeljék el, hogy egy számítógépnek a hatékonysága azzal függ, hogy hány bitnyi rendszerrel dolgozik az illető számítógép. Ugye kezdtünk 16 bitesre, aztán áttértünk 32 bitesre, most már 64 bites számítógépekkel dolgozunk, ez mind a teljesítmény növekedését jelentette. Mégpedig, hogyha kétszeresére nő a bitek száma, akkor kétszeresére nő a számítógép teljesítménye. A kvantummechanikában ez exponenciális változás. Tehát az ennedik, ahány bit van, annak a hatványával változik a számítógép teljesítménye. Tehát nyilvánvaló, hogy lehet olyan számítógépet kreálni, ami sokkal-sokkal hatékonyabb, mint a klasszikus számítógépek. Hát ezzel már évtizedek óta foglalkoznak az emberek. Hadd mondjam, hogy jelenleg az IBM cég egy olyan 50 bites ilyen kvantum számítógépen dolgozik, amit nem szeretne eladni gépeket, hanem azon a számítógépen gépidőt adna el az embereknek. Óriási számítás nekik a teljesítménye, fantasztikus problémák megoldására, és úgy néz ki, hogy realitása van, hogy ez a közeljövőben működésbe lép. Mennék tovább. Azt gondolná az ember, hogy a biológia aztán tényleg egy olyan dolog, aminek a kvantummechanikához semmi köze. Ez sem igaz. Nagyon sok mindent lehetne elmondani. Ezen az ábrán azt vetítettem ki, hogy a fotoszintézis hogyan történik. Onnan föntről bejön a napsugárzás, egy foton, meglökött valamit, keletkezik egy elektron, és ez az elektron több úton képes keresztül haladni ezen a molekulán,
míg azt a hatást eléri, ezt úgy szokták hívni a biológusok a reakciós központ, hogy ott valamilyen biológus, nem megyek bele a részletekbe, a hatást érjen el. Na most az elektron a kvantummechanika szerint különböző utakon mehet. Ez látszik ott három ilyen vonallal, különböző utakon mehet. Ezeknek az utaknak a hossza ez különböző, tehát a hullámok, amelyek itt végigmennek, különböző fázisban érik el a másik pontot, és ez interferenciát eredményez. Ez a kvantum interferencia sok következménnyel jár, de ez azt mutatja, hogy a biológiában, most egy szemléltető példa, és belopta magát a kvantummechanika. Pontosan tudjuk, hogy ott van, mert eddig is ott volt. De hadd mondjam például, hogy mi csodálkozunk azon, hogy a madarak hogyan képesek olyan pontosan orientálódni. Például a vörös megy. Elmegy egy bizonyos helyre, pontosan tudja, hogy hova kell mennie, aztán amikor az időjárás úgy változik, akkor visszajön és megtalálja a fészkét. Ezt pedig úgy csinálja, hogy a Föld mágneses tere szerint orientálod, de úgy, hogy az agyában egy kvantummechanikai folyamat zajlik egy speciális molekulában, és ez segíti őt ehhez. A biológusok korábban azt mondták, hogy ahol víz van és meleg van, ott kvantummechanika nem lehet. Nem igaz. De hát ilyen módon az agy is egy kvantummechanikai rendszer, és az ember is egy kvantummechanikai rendszer. Ezért a döntései például ugyancsak kvantummechanikai megalapultságú. Most viccesen mondom, de egy könyvben olvastam, aminek a kvantummechanika társadalomtudományi vonatkozásai is a szerepet játszottak, például a tudatban való szerepet játszottak. Ha egy politikus egy döntés előtt áll, most viccesen mondom, ezt olvastam ebben a könyvben, és rossz döntés hoz, az azért volt, mert a kvantummechanika szerint a döntések állapotok különbözők lehetnek. Ugye bizonyos valószínűséggel, ez a rossz valószínűséget választotta. De hát az emberi tudat is kvantummechanika azért megalapozottságú. Hadd mondjam például, hogy például olyan magyarázat is van. Ha van egy közvéleménykutatás, és megkérdeznek egy embert valamiről, az olyan, mint a kvantummechanikai mérés, és ez az ő gondolkodásmódját befolyásolja ezután. Na most hát nagyon primitíven fogalmaztam meg, azt szerettem volna ennek mondani, hogy kvantummechanika nélkül a jövőben társadalomtudomány sem érdemes művelni, ezek a gyökerekhez visszanyúlva. Ezért én úgy gondolom, hogy kőszegen is kell ezzel foglalkozni, különösen, hogyha hangkiselemérnek a hagyományait ápolni akarják. Úgy gondoltam, hogy ezt el kell mondani. Természetesen sok primitív dolgot fogalmaztam meg, aminek mélyebb fizikai tartalma van, de talán azt elértem, hogy van valaki, aki a kvantummechanika felé orientálódna szeretne, és noha nem értek hozzá, de hogyha ilyen van és kérdések jön, szívesen megpróbálok válaszolni, ha tudok. Köszönöm, hogy meghallgattak.